A Borbányai 168 férőhelyes óvoda két épületben működik. A kivitelezési munkálatok a kis és nagy épületnél is befejeződtek. Az intézmény az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatánál harmadik ütem című projekt keretében korszerűsödött. Az épületeknek az állaga megkövetelte azt, hogy az önkormányzat bölcsen és előrelátóan odafigyeljen és a fejlesztések sorába beemelje ezt az épületet is. Nagyon fontos volt, hogy passzív és aktív energetikai egységeket tudtak beépíteni az épületbe. Itt gondolok arra, hogy kicserélték a nyílászárókat, illetve szigetelő anyaggal látták el a falakat, illetve a födém rendszert. Az aktív rendszer az pedig ugye napelemeknek az elhelyezése, amivel hellyel közzel önállóvá tudjuk tenni magát az épületet, tehát megtermeljük a saját energiánkat, és ez mindenképpen pozitív az itt élőknek, illetve a gyerekeknek, és természetesen a fenntartónak is, hiszen energiát és pénzt tudunk megtakarítani, amit pedig más helyen fel tudunk használni. Nem csak kívül belül is fejlesztettek, a kis épületnél többek között a fűtésrendszer korszerűsödött, a régi radiátorokat és a hozzájuk kapcsolódó szelepeket is lecserélték, az épületek tetején pedig új napelemes rendszert építettek ki. Ebben a projektben három óvodánk újult meg energetikailag, a Koszorúti telephely, az Életúti telephely, és ahol most vagyunk, a Százszor Szép tagintézményünk. Ez azért jelentős főleg a gyermekek számára, hiszen nap mint nap egy szebb környezetbe jöhetnek. Zöld óvoda valamennyi óvodánk, ezért az is nagyon fontos számunkra, hogy milyen példát mutatunk a gyermekeknek, hiszen amit az óvodás korban megtanulnak, fogékonyak rá, ezt fogják továbbvinni. Ezzel azt látják, hogy takarékosan bánunk az energiaforrásainkkal, próbálunk a környezettudatosságra példát mutatni. A Borbányai óvodánál a fejlesztés bruttó 36,8 millió forintból valósult meg.